A Medián friss kutatása szerint minden második ember azt a kormányzati narratívát osztja, mely szerint az Európai Unió a migráció korlátozása miatt bünteti Magyarországot, és csak 39% válaszolta azt, hogy Brüsszel a jogállami normák betartását kéri számon a kormányon. A migránshozás még az ellenzéki szavazók 17%-a számára is jól hangzó érv. Az MSZP-sek körében ez az arány 38%, a jobbikosok körében 30%. Ugyanakkor az ország EU tagságát változatlanul 4/5-ösnél nagyobb többség, 85% támogatja. Az Európai Parlament frakció vezetői még múlt szerdán jelentették be, hogy nem hajlandóak engedni a jogállamisági feltételekből, és az elfogadott uniós rendelet hatályba lépését követelik. Az Európai Néppárt is azt várja a Fidesztől, valamint Orbán Viktortól, hogy vonja vissza a vétó fenyegetést. És akkor kapcsoljuk Skype-on Hanendrét, a Medián ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Erről fogunk beszélgetni, Endre, amiről a bejátszó is meg a felmérés készült, de ha már itt van velünk, hadd kérdezzem ön meg ezzel az óriási nagy tapasztalattal, amivel ön rendelkezik. A szájerügy mikor fogja érzékeltetni és éreztetni a hatását a választópolgárokon ön szerint? Ha most lenne most egy gyors felmérés, annak éreznénk már mondjuk a következményeit? Biztos vagyok benne, hogy érezhetnénk. Azért nem szívesen fantáziálok, vagy tippelek, de hogyha összehasonlítom azzal, amit épp a Medián, és épp ugyanígy a HVG-ben a Borkai ügy kirobbanása után nem sokkal mért, akkor ott azért elég erős hatás volt érzékelhető. Az más kérdés, hogy mekkora hatása van ennek a hosszabb távon a választói preferenciákra, mert érezhető volt a Borkai ügynek egy ilyen hatása, de nem volt megrendítő hatása, tehát a Fidesz vezető pozícióját a felmérésekben komolyan nem veszélyeztette. Most is erre számítok, de itt azért egy olyan súlyos ügyről van szó, ami szerintem nagyon sok fideszes, vagyis hát kormánypárti szavazónak az értékrendjét is nagyon súlyosan érinti, és nem véletlen, hogy Orbán Viktor is egy ilyen gondolatmenettel állt ki ebben az ügyben rövid hallgatás után. Tehát könnyen lehet, hogy a Fidesz szavazóinak egy részét ez megrendíti, vagy elbizonytalanít. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Endre, hogy mindezt elmondta. Elnézést, hogy így a felméréstől függetlenül kérdeztem, de mondom, hogy ha már itt van, akkor ez megkerülhetetlen lenne egy ilyen szakember részéről. Igen. Na nézzük a friss felmérés apropóját. November végig a magyarok 4/5-e értesült arról, hogy a miniszterelnök úr uniós vétó fenyegetése ugye megtörtént, megjelenik. Ez egy nagy szám. De. Bocs, igen? Elég nagy szám. Általában azért nem minden a sajtót, a médiát, az értelmiséget foglalkoztató ügyből lesz igazán széles társadalmi ügy vagy társadalmi figyelem tárgya. Azt mondhatom, hogy ha az emberek 4/5-e egy dologra odafigyel, az már elég jelentős. És viszonylag csekély a nem tudom válaszok aránya is, amikor például megkérdeztük, hogy mi az oka ennek, mi az alapja ennek. Igen. A konfliktusnak. Az is egy... Ezt a bevezető ismertetőben elég jól elmondták. Egy dolog maradt ki, ami azért nagyon fontos, hogy milyen nagy a megosztottság abban a tekintetben, hogy vajon ebben a konfliktusban az Európai Uniónak vagy Orbán Viktornak van-e igaza. Akkor viszont hallgatnám ezzel kapcsolatosan a felmérés eredményét. Hát pontosabban azt kérdeztük, hogy ebben a vitában ki jár el helyesen, és amikor az emberek tudatában vannak annak, hogy itt nagy pénzről van szó, mert azért ezt is elmondtuk, hogy egyértelmű legyen a kérdés, élére állítottuk, akkor kiderül, hogy ebben majdnem teljes a megosztottság, 39-36, tehát többen vannak azok, akik azt gondolják, hogy az Európai Unió jár el helyesen, és azt mondhatom, hogy még a kormánypárti szavazók körében is van egy tizednyi
olyan válaszadó, aki ezt a nézetet osztja. Persze, ha az ő nagy többségük Orbán Viktorral ért egyet, viszont elég sokan vannak, akik nem tudják eldönteni. Tehát épp a Fidesz szavazók között vannak a legtöbben, akiknek nincs erről határozott véleményük, tehát minthogyha egy kicsit elbizonytalanodnának ebben az alapvető konfliktusban. Na most arról azért hadd kérdezzem, bár az összefoglalóban is kitért kollégám erre a kérdésre, és a megadott válaszokra, de a véleményére, álláspontjára kíváncsi lennék. Nem túlságosan magas, vagy nem tudom én, lehet, hogy reális az a szám, hogy minden második ember azt a kormányzati narratívát osztja, mely szerint az Európai Unió a migráció korlátozása miatt idézőjelesen bünteti, vagy nem idézőjelesen, ténylegesen bünteti esetleg Magyarországot? Hát ez egy érdekes kérdés, mert úgy tette föl, hogy nem túlságosan magas-e. Ez már-már ízlés kérdés, mert én is úgy érzem, hogy ez túlságosan magas, mégse vagyok meglepődve, mert nem ez az első olyan adat az elmúlt években, amelyik ilyen szempontból meglepő vagy elgondolkodásra késztető. Tehát amikor kisebbségekkel kapcsolatos attitűdöket vagy a rasszizmus magyarországi megnyilvánulásait vizsgáljuk, akkor az utóbbi években az derült ki, hogy a hagyományosan diszkriminált vagy elutasított csoportok, mint mondjuk a társadalom egy része által elutasított csoportok, mint például a színesbőrűek, vagy az arabok, vagy egy még kisebb rész számára a zsidók. Tehát ezekkel a csoportokkal szemben, vagy ezek helyett élre tört a migráns, mint a célpontja ezeknek a negatív érzelmeknek. Tehát, és ebben a tekintetben valóban még egyébként baloldalinak vagy ellenzékinek magukat annak tartó emberek is hajlamosak voltak ilyen nézeteket magukévá tenni. Tehát itt azt mondhatom, hogy ez a kormányzati propagandának a sikerét mutatja, hogy hát ez a gondolkodásmód ilyen széles körben elfogadott. Tehát ezzel azt mondja, hogy ez egy propaganda következménye, nem pedig annak, hogy az emberek érzete alapján válaszoltak. Hát van egy ilyen érzetük, amit manapság nem lehet másra gondolni, mint hogy itt egy fontos propaganda célpontról van szó, hiszen nincsenek Magyarországon olyan jelentős, látható mennyiségben ilyenfajta menekültek vagy kisebbségi színesbőrű csoportok, mint amilyen erős velük szemben az ellenérzés. De ugyanakkor hát az is benne volt ebben az összefoglalóban, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ha a kormányzati propaganda nagyon mindenható lenne, akkor az Európai Unióval szemben is negatívabb érzelmek lennének a társadalomban, és ahogy ezt szintén a bevezetőben elmondták, hát bő több mint négy ötöde a magyaroknak változatlanul és kitartóan amellett van, hogy Magyarország az Európai Unió tagja. Tehát ezt helyeslik, ennek az előnyeit érzik, és nem, ez nem változik. Most már mondhatom, hogy évek óta rendszeresen mérjük, és itt aztán igaz az, hogy a Fidesz szavazói is, a kormánypárti szavazók is elsőprő többségben, nagyjából háromnegyedes többségben az Európai Unió, Magyarország EU-s tagsága mellett van. Nagyon szépen köszönöm Hanendrének, hogy itt volt velünk ma reggel, és beszélhettünk akkor a friss felmérés eredményéről. Minden jót kívánok, köszönöm szépen, viszontlátásra, viszonthallásra. Én is köszönöm, viszontlátásra.